Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Nova Drift folytatása. Azt hiszem ezeket kikapcsolom, mert igazából nem segített. Erősebb ellenfelek. Hát, ha a bosszokat, a vezérzéket nem növelné, akkor valószínűleg vállalnám. De miután az összes ellenfelet növeli, így... Így azt hiszem nem kérjük. Ez jó kérdés. A rakéta azt tetszett. Az úgy mindennel együtt tetszett. És valószínűleg most majd a mérnököt próbáljuk meg, amelyikkel a extra idézett cuccokat lehet csinálni majd a hajótesttel. Remélem nem szökik meg, de az csodás. Ez jó kérdés, ideiglenes pajzs. Nem olyan problémás ötlet. Az esélyt ad arra, hogy elmeneküljünk bizonyos ellenfelektől. Esetleg, bár kimondottan nem vagyok jó a bárminek a dodzsolásában ebben a játékban. Jó, és akkor hogyan dobok újra? Mert kimondottan ezt a mérnököt akarom. Kevesebb pajzs, ami nem jó, de plusz egy a izgalmasabb cuccokba, plusz kettő a standardeknél. És gyorsabban épülnek. Mind a kettő hasznosnak tűnik. Ez jó kérdés. A sok lövés az mondjuk jól jön, de lehetne a tornyot kezdeni. Kezdjük a tornyot. Oké. És ha minden igaz, akkor majd lehet ebből egy másodikat is építenünk. Hogy bizony. Ami azért egy jelentős bónusz. Szintenként nő a HP-je. Alapvetően jól hangzik, vagy elkezdjük a drónokat. Kezdjük el a drónokat. És akkor azzal előrébb vagyunk. Egy upgrade már meg is van. Ez jó kérdés. Medszebb 6, tűzgyorsaság, több lövés. Az ennél a rakétánál jól fog jönni. Az a torony az szuper lassú. Azzal nem kell cifrázni. Mondjuk ez így jó volt. Ez az első lövés. Újabb idézet akármi.
hadd legyen belőlük minél több. Csak ne felejtsem el őket megidézgetni. Igazából Fred az nem nagyon érdekes. A minimális hőkövető az nem fog ártani. Az úgy érzem nem fog ártani. Próbáljuk összeszedni a mindenféle bónuszokat. XP-k mindenfelé henteregnek ugye. Egyenlőre működik. Egyenlőre egyértelműen működik. Ez a tud. War Machine, Interceptor. Hát legyen még jobb a torony. Az egyáltalán nem fog ártani. Azt hiszem, egy második tornyot tudnánk idézni. Ha lenne. Echo Strike. Ahogy robbannak a tudtok. Az különösebben nem. Fókusz az nem érdekes a rakétáinknál. Regeneráció hasznos, de nem annyira. Növeli a tűzgyorsaságot. Úgyhogy akkor miért ne? Miért ne? Point defense. Hogy gyorsítja a pajzs növesztésemet, az mondjuk hasznos. Ahogy ez a másik upgrade is. Azt hiszem. Oké, elfogytatok. Ja, hogy azok maguktól mozognak, és mindenfelé galátságot csinálnak. És egyébként közben van egy szint lépésünk. Gyógyulnak. Vagy pajzs. Legyen a gyógyulás, az jól fog jönni. Vélem hasznos lesz egy kis gyógyulás. Valami felrobbant. Ja, hogy az egyik kis hajóm az odabent van és brutálisan pusztítja a bázist. Előre jók vagyunk, több mint jók vagyunk. Oké, összeszedtük a legtöbb cuccot. Igazából csak egy szint. Roham drónok. De az jól tett, jónak tűnik, több drón az mindig jöhet. Az sosem fog ártani. Úgyis fogyó eszköz sajnos, akármennyire is nem szeretném. Mindenféle színes dolgok történnek.
Nem azt mondom, hogy feltétlenül tudom, hogy mi történik a pályán, de... de működünk. Nem tudom, hogy akarom-e. Így odalőnek. Mindenben gyengébb lesz, az nem hasznos. Ahogy két szintünk is volt. Ó, hogy öngyilkos akció lesz, amikor... Azt tetszik alapvetően, a drónok önmagában akcióznak. Hát ezt az ellenfelet ledaráltuk. Meg úgy egyenlőre mindent. Csak az a kérdés, hogy meg tudjuk-e idézni a kellő mennyiségű szörnyikéket. Elfogyott, akármi is volt ez. Tudom, hogy van szintünk, de most nem teljesen tiszta, hogy mi a helyzet. Őszinte legyek. Gyógyulnak, erősödnek. Formáció az, mondjuk nem egy feltétlen hülye ötlet. Plusz egy drón. A plusz egy drón azt tetszik. Szerintem legyen ez a sok lövés. És utána akkor legyünk így. Egy csomó esetben a aprólék megoldja a harcot, mielőtt észreveszem. Mi a helyzet? Nagy szörnyike meghalt. Kaptunk egy szintet. Azt mondom, ez az evolúció, ez most jól jön. Egyelőre gyanúsan jól állunk. Hogy őszinte legyek. Nem is tudom, hanyadik hullámnál tartunk. 60. Azt hiszem itt szoktunk meghalni. Most sem vagyok túl jó. És igazából a... De mondjuk aztán megvagyunk. Ez nem annyira volt jó. Abba a keresztlövésben nem szívesen mentem bele. Van egy újabb szintünk. A 10 gyorsaság, mondjuk annyira nem volt kritikus. Mindegy, belefér. Innen azt kiraknánk a cuccainkat. Ja, hogy ez a nap, ez itt veszélyes ránk nézve. Minden nem lehet meg. Fókusz az különösebben nem izgat. Legyen ez. Legyen ez. Belefér. Azt hiszem a pajzsunk nem túl magas, de... de miután megölünk mindent azelőtt, hogy veszélyt jelentene egyenlőre, így ez nem érdekes. Alapvetően... lehetne pajzs, nagyobb pajzshatás, az egyébként nem egy hülye ötlet. Ó,
plusz két lövés. Az nagyon jól fog jönni a rakétáinkhoz. Az egy abszolút pozitív. Oké, és még egy szint. Hát azt hiszem ez határozott, dupla, és utána még egy. Na, az lesz a csúnya. Na, meg egy csomó mindenfélét lehet idézni. Lassan elfogy. 13-asával jönnek a rakéták. A 4 helyett, ami a standard. Sarokban vannak mindenféle XP-hegyek. Úgy mellesleg. Szerintem több mint egy szinten van. Nem biztos, de fene tudja. Többet lövünk gyorsabban, stb. Különösebben nem, pajzshatás. Azt hiszem azzal járok legjobban. Az a baj, hogy ezt még nem is láttam, úgyhogy nem tudom, hogy mit csinál. Azért fogynak azok a nem tudom micsodák, a pajzson meghalt. Úgyhogy azért csak óvatosan, mindjárt meghal. Ja, azt hiszem jók vagyunk. Rengeteg mindent ki tudunk rakni, legalább egy szinten van. Lehet, hogy több is. Hát csak egy. Egyenlőre csak egy. Jó. Kérdés, hogy be akarjuk-e fejezni azokat, mert igazából nem, hogy őszinte legyek. Ez a pajzs meg pajzs hatás, ez annyi... Gyorsabb pajzs töltés, annak van értelme. Robbanásnak is. Ennek a rakétáknak van valamekkora robbanása, nem sok, nem gigantikus, de azért van. Egyelőre jók vagyunk. Jó. Aztán haladunk tovább. Rengeteg mindent tudunk idézni. Ilyen minibot, azt hiszem, vagy valami olyasmi. Van egy upgrade-ünk. Concentrated. Fene tudja. Még a nagy lövést azt hiszem nem kezdtük meg. Sebzés és gyorsaság nem egy hülye ötlet. Nagyobb terület. A lassabb az nem tetszik viszont. Hát legyen olyan, aminek csak előnye van. Azok szimpatikusabb bónuszok. Ez annyira nem veszélyes, hogy ilyen mintabot effekt lenne, legyen hozzá. Erről az azt... megölt? Nem, csak nem állok jól magamért.
a pajzsomat jó lenne visszaszerezni. Meg elég sok mindent elvesztettünk a drónokból. Lenne, ha nem lennék a idézés alatt. Lehet, hogy egy pozitív ötlet lenne. Kicsit nagyot harapott. 100. hullám. Akkor előtte a upgrade-et használjuk el. Az valószínűleg... hasznos. Aztán meghalt a boss, nem, de mondjuk már olyan sok nincs belőle. A HP-m az, ami nem jól áll. Megvan a boss, csak még túl kéne élni. Pajzs föltöltve. Azt hiszem akkor vagyunk. Oké. Hát ez egy meglepény. Jé, mi a... ja, nagyon gonoszság vagy te. Kaptunk egy szintet. Picit pihenjünk, és akkor átgondolhatjuk, hogy mit akarok. Kalibrálás nem. Regen az mondjuk nem fog ártani. Meg talán ad HP-t. És az majd véd attól, hogy meghalljunk random. Vagy nem. Ó. Korábban boss volt. Most csak úgy jön. Most csak úgy egy normál ellenfél már. Csak egy ilyen fegyverhatás volt, úgy látom. Talán túléljük. Egyre sok mindent elveszítünk. Szint alakul, de még messze van azért. Azt hiszem ez egy jó csomag egyébként, a rakéták meg a sok-sok idézett lény. Ez is egy boss volt valamikor. Most meg csak úgy megkaptuk. Kaptunk egy szintlépést, az talán elég a... nincs pajzs, több HP, több akármi. Mi a plating? Ne kérdezzem mi. Ja. Minél messzebb mennek, annál többet sebeznek a fegyvereink. Egyébként nem egy hülye ötlet a rakétáinkkal. Ez alapvetően nem egy hülye ötlet. Majdnem megvan a szintlépés. Megvan a szintlépés. Kérdés, hogy mennyi van még. Ha van egyáltalán. Ez annyira nem tetszik. Koncentrált rakéta nem érdekel. Messzebb hatanak mondjuk van értelme. Nem biztos, hogy akarom.
Oké, még élünk. Már nem élünk. Nem tudom, mibe haltam meg, hogy őszinte legyek. Na mindegy, megnyitottunk jó néhány opciót. Na, hát ez volt messze a leghosszabb menetünk, ezen nincs mit vitázni. Innen folytatjuk legközelebb, mára ennyi.